közgyűlés minden évben átadja a Szociális Munkáért Dunajváros díjat, amely azon személynek adományozható, aki Dunajvárosban a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a lakosság szolgálatában, valamint a közéleti munkában. Idén ketten részesültek ebben az elismerésben, a díjakat a csütörtöki közgyűlés elején adták át ünnepélyes keretek között. Dunaújváros közgyűlése az idei évben a Szociális Munkáért Dunaújváros díjat Árgyalán Anikó családsegítő és Halász Balog Adrián Judit terápiás segítő részére adományozza. Kérem, tapsolják meg a díjazottakat! Kérem, hallgassák meg a díjazottak méltatásait! Árgyalán Anikó 1996. április 1-én pályakezdőként állt munkába a Dunaújvárosi Családsegítő Szolgálatnál, és azóta is folyamatosan a szolgálat aktív dolgozója. Akkor szociálpolitikusként dolgozott, nem sokkal később országos szinten az elsők között végezte el a szociális munkaszakot. A szakvizsga letétele után nem csak az ügyfelek körében, hanem az egész város vonatkozásában kamatoztatta tudását. Pályázatíró tanfolyam elvégzését követően rögtön több pályázatot nyert a szolgálat, melyeket meg is valósítottak. Árgyalán Anikó nagy szerepet játszott abban, hogy Dunaújvárosban a családsegítés elterjedt, népszerű szolgáltatássá vált. Anikó az évek során számtalan szociális munkás hallgatót képez tereptanárként, akik közül többen jelenleg is a szolgálat dolgozói. Több csoportfoglalkozást is szervezett és bonyolított le, például filmklub csellengő fiataloknak, kreatív gyerekcsoportok ünnepekhez, évszakokhoz igazodva, nyári gyermeknapközi tábor. A helyi cégekkel, vállalkozókkal elindította együttműködő kapcsolatát az intézménynek, melyek révén a szolgálat különböző támogatásokhoz jut. A városi szintű játékfesztivál rendezvény 18 éves múltra tekint vissza, melynek 2009 óta Anikó az egyik oszlopos szervezője. A szolgálat programjaihoz a dunaújvárosi iskolákkal együttműködve önkénteseket toboroz, koordinál. Évek óta karácsony előtt az Élelmiszerbank által hirdetett gyűjtésre sikeresen pályázik. Ennek köszönhetően a dunaújvárosi ügyfelek ünnepét teszi szebbé a nagy mennyiségű élelmiszeradománnyal. Személyisége mindig higgadtságot, bölcsességet és empátiát sugároz, munkáját hivatásnak tekinti, mindig megtalálja a családokkal a közös hangot. Dunaújváros közgyűlése a példaértékű és kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként a Szociális Munkáért Dunaújváros díjat tehát Árgyalán Anikó családsegítő részére adományozza. Kérem, vegye át az elismerés polgármester úrtól. Halász Balog Adrián Judit terápiás segítő 2007. július 2-ától kezdte munkáját a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány Daru-Szent Miklósi Szenvedélybetegeket ellátó intézményénél, majd az újonnan megnyíló intézmény a Dunaújváros Papírgyár úti 11 szám alatti integrált intézmény dolgozója lett, amely 2009. augusztusától kezdte meg működését. Adrián a Szenvedélybetegek nappali intézményénél, mint terápiás segítő végzi a munkáját. Szaktudását hasznosítva, a többi dolgozóval és ellátottal, lakóval együttműködve, a kezdeti nehézségeket átvészelve segítette az alapítvány munkáját, és nőtt fel a feladathoz az intézménnyel együtt. 2015-től az újonnan megnyílt Fidelis és Altus Szociális Szolgáltató Non-Profit Kft. Szenvedélybetegek nappali intézményében folytatta munkáját. Gyakorlatias gondolkodása az egyének, csoportok, sok esetben családok, közösségek problémáinak szem előtt tartása, azok megoldásának segítése érdekében végzett munkája sok fedél nélkül élő ember integrálását segítette elő. A szenvedélybetegek ellátása jóval több, mint munka. Szolgálat a szó legnemesebb értelmében. Belső tartást, hivatástudatot, áldozatkészséget, önfeláldozást kíván. Hivatását a kezdetektől nagy szakmai alázattal, hozzáértéssel gyakorolja. Több ízben írásbeli dicsérettel, oklevéllel is jutalmazták munkáját. Dunaújváros közgyűlése a példaértékű és elhivatott szakmai tevékenységének elismeréseként a Szociális Munkáért Dunaújváros díjat tehát Halász Balog Adrián Judit terápiás segítő részére adományozza. Kérem, vegye át az elismerést!